Na sziasztok ismét! Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy miket kaptam karácsonyra. És valójában nagyon beteg vagyok. Éjjel olyan majdnem, hát azért majdnem nem, de ilyen 39,4 fokos lázam is volt. Úgy izzadtam, mint egy ló. De úgy voltam vele, hogy most megcsinálom nektek ezt a videót, mert ha most nem készítem el, akkor kb. Soha nem fogom. Lássátok, milyen jó fej vagyok, mindjárt ide halok, de akkor is megcsinálom nektek ezt a videót. Egyik barátnőmtől két halszínezőt kaptam. Az egyik ilyen crazy color, silver színű tuszli-muszli. Kipróbáltam, rá is csaptam a fejemre egyből szinte, amikor megkaptam, és nekem nem használt semmit. Egy kicsit a frufrum szürkésebb lett, most már kikopott, de alapvetően nem ért sok mindent, sajnos, de amúgy még van benne, mert direkt zsidóztam vele. Aztán ugye láthatjátok, hogy a hajamon van némi kék, ez annak köszönhető, hogy a másik hajszínező ilyen Schwarzkopf Live Color XXL-es cucc. Ez a türkiszkék árnyalat, szerintem jobban néz ki, mint a sima kék árnyalata. Már kétszer bekentem vele a hajamat, mert elsőre egy kicsit ilyen halvány lett, de most is már elég halvány, szóval igazából az egész hajamat be szeretném festeni kékre, csak nem engedik. Majd, hogyha befestem véletlenül vele az egész hajamat, akkor több mindent tudok róla majd mondani. Viszont nekem amúgy tetszik. Szóval szerintem jó színe van, és szívesen befesteném vele az egész hajamat. Szóval mamámtól kaptam ilyen bordós állat, amihez van kesztyűs, ilyen egybe részes, de azt nem hordom, mert az olyanokat nem szeretem. És annyit bánok, hogy nem tudom mennyire látszik videóban, szerintem semennyire, de vannak benne ilyen kis csillámos szérnák, vagyis pontosabban át van szőve az egész ilyen csillogos szérnával, és nem szeretem a csillivili dolgokat, szerintem ez látható rajtam. Viszont a bordos szint meg imádom, és jaj, mindig ez van rajtam, amikor megyek valahová, mert rettentő meleg, óriási, és tényleg jó színe van, és a csillogás annyira nem szembetűnő, és nagyon szeretem. Hát tavalyi évben is macskás ilyen naptáram volt, ezért úgy gondolták, hogy idén sem maradjon ez ki. Szóval kaptam mamámtól egy ilyen kis cicás naptárat. Ugye most már a januári oldal látható, mert ezt így tépni kell. A régi az olyan volt, hogy ugye így át kellett lapozni, de azt sajnos ki kell tépkedni, és megmutatom így a hátulján, hogy milyen képek vannak benne. Nem tudom, mennyire látszik, meg hogy egyáltalán jó helyen mutatom-e, de azért reménykedem benne. Az osztályban is lehetett, mármint nem lehetett, hanem kellett húzni, és aki engem húzott, attól kaptam egy vicces kis feles poharat, amit most nem mutatok meg, mert belsős poén, hát igen. Mert kaptam tőle szaloncukrokat, meg egy bounty, nem. Fú, nem tudom mi annak a kindernek a neve. Amiben van az a két cucc. Most esküszöm, mert mit eszem van a neve. Na mindegy, finom volt. És kaptam tőle ezt az Ingrid Cosmetics palettát. Ebben van 5 szín. Sikeresen már leejtettem, szóval pont a kedvencem kitörött belőle, de alkohollal megoldottam itt a problémákat. Igazából ezzel szoktam így a legtöbb sminkemet, ha megyek valahová megcsinálni, mert a kedvenc ilyen szemsminkem az ilyen barna szemhéj púder, meg tus, hát nagyon egyszerű ember vagyok. És a szemöldökemet is ezzel szoktam megrajzolni, már amikor nem szemceruzát használok, vagy szemöldökceruzát használok. Egyébként én ezt a palettát nagyon szeretem, fogalmam sincs hol vettek, gondolom bármelyik Rossmann vagy DM-ben meg lehet vásárolni, vagy hát nem már kiesett, kiestek belőle, mi a fasz, megint leejtettem, de rossz, nem tudom, akkor ezzel nagyon vigyáznom kell. Mindegy, szóval szerintem bárhol be tudjátok szerezni, és igaz, hogy a többi szint annyira nem próbáltam csak a fehéret, de leginkább emiatt szeretem, és tényleg jól fog. Szóval majd lesznek sminkes videóim is, és majd tuti fogom ezt is használni, és akkor majd látni fogjátok, hogy milyen szép sötét, és nem csillog annyira, mert én nem szeretem az ilyen csillogó-villogó cuccokat így hétköznapra, amit már előbb is említettem, én jobban szeretem a matt szemhéj festékeket. Aztán anyámiktól is kaptam egy hasonló palettát, ilyen kicsikét. Ez Catrice Absolute Nude Eyeshadow. Ezzel is tuti találkoztatok már egy üzletekben.
Ezt is kipróbáltam már. Igazából nekem ez még annyira nem vált be, mert halvány. Nagyon halvány. Én meg azt szeretem, hogyha egy szemhéjpúdernek igazán jó erős színe van, ez pedig eléggé halvány, és hiába rakok fel 10 kilót a szemhéjamra, akkor sem nagyon látszik, inkább csak egy kis cukinot elcsillog magában. De mindegy, attól függetlenül fogom használni, ezt is fogom majd a videómban is használni, majd lesz egy sminkes videóm, amiben csak is ezt fogom használni, hogy megmutassam, milyen jó sminket tudtok ebből az egy palettából kicsikarni. Viszont maga a paletta nem túl erős. Én meg azt szeretem tényleg, hogyha ilyen jó látványos lesz a smink, és nem csak ilyen kis nyeh. A sminkeknél tartunk, egyik barátnőmtől kaptam, mert nagyon hisztisztem már ecsetekért, és fogalmam sincs, ezt honnan szerezte, de olyan írtó puhák benne az ecsetek, hogy valami hihetetlen. Most kiveszem ezt a nagyot, és megpróbálom megmutatni kamerába, mert ugye a legtöbb ilyen ecset, főleg a kínai oldalakról, ha rendelitek, az ugye ilyen nagyon műanyag, és elég valami kiszúrja a szememet konkrétan, mert annyira kemény. Ez viszont nagyon-nagyon puha, olyan, mintha valami mókusz szörrel baszogatnám a fejemet, és tényleg nagyon jó, egész nap így ezzel így nem is tudom. Nem is használok amúgy púdert, meg semmilyet, de már ezért megéri, mert nagyon jó vele így simogatni a fejemet. Hát tudjátok, azért valamikor kell törődni magammal is. És ebben van, amit ő vásárolt, nem tudom amúgy, hogy ezt hogy lehet venni, lehet, hogy lehet külön válogatni bele az ecseteket, de az is lehet, hogy csak így egy adott ilyen csomag van, vagy hát nem is tudom, hogy nevezzem. A lényeg annyi, hogy van benne két ilyen nagyobb, gondolom a púder, meg az alapozó, meg az ilyen dolgokra, de én ezeket nem használok, szóval nekem majd, hogy nem felesleges, maximum pirosítót szoktam. És a többi pedig nagyon jó, mert van egy ilyen szem... Lerombolják a házat, mi sem lakít. Van egy ilyen szemhéjpúderecset. Gondolom, ne kövezzetek meg, mert amúgy ilyen rohadtul nem értek a sminkekhez, csak szeretek sminkelni. Mindegy, az a lényeg, hogy ez ilyen kis henger alakú, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. És ezzel nagyon jó amúgy így satírozni, meg nem tudom. Múltkor ezt kipróbáltam, és nagyon jó tényleg. Aztán ugye van még két ilyen, egy kicsem, meg egy nagyobb ilyen szemhéjpúder cucc, ilyen szimpla, van egy ilyen szemöldökbezergáló, azt hiszem az. Mondjuk nincs szemöldököm, szóval majd a nem tudom mi, mert ezzel simogatom. Aztán van egy ilyen, ezzel szoktam így a szemöldökömet is megrajzolni, meg az ilyen olyan helyekre a szememnél, például hogy a szemem alját, nem tudom mi annak a neve, így kihúzni vele, nem a vízvonalamat, hanem itt az alatta lévő részt. Szemem alja. Nekem az lesz. Anyáméktól meg mamámtól is kaptam egy ugyanolyan parfümöt, és a vicces az, hogy anyámnak említettem, hogy éreztem, láttam a Rossmannban, azt hiszem, vagy a DM-ben, talán a Rossmannban egy olyan parfümöt, ami igaz, hogy kicsi, és elég biztosan néz ki, főleg ha hozzám nézzük, de olyan rohadt jó illata van, és ez nem lenne más, mint ez a Hello Kitty-s kis, nagyon kis cukorbogyó kis cucc, és bármilyen csalóka ez a nagy doboz, de egy ekkora kis lófaszka van benne, és van egy Hello Kitty-s matica. És ennek ilyen dinnye illata van, de olyan finom, hogy egyfolytában ezt locsolom magamra, és még jó, hogy vett mamám is egy ilyet, vagyis hát gondolom anyám, csak odaadta neki, mert így legalább van tartalék. Elmegyek ilyen parfümreklámba, és köszönöm. Kaptam még egy parfümöt, nem tudom, hogy ez utalása arra, hogy büdös vagyok, mert alapvetően nem használok parfümöket, de kaptam még egyet a nagybátyáméktól, és ez egy ilyen Christina Aguilera Secret Potion, fogom is, hogy kimondani, parfüm. Viszont szerintem amúgy hamisítvány, de azzal nem is, nincs is semmi gond, mert leszarom, hogy egy parfüm igazi vagy nem. És az a baj, hogy amikor megkaptam ezt a parfümöt, akkor nem éreztem az illatát, de eleve jó illata van, mert akkor is beteg voltam. Már majdnem harmadik hete beteg vagyok, egy-két nap kihagyással, amikor már jobban voltam. És most nagyjából érzem, most le is tesztelem.
mondom rossz, de ez inkább ilyen 25 éves nőciknek való. Én meg jobban szeretem az ilyen kis édes kis hülye illatú cuccokat, nem az ilyen tájpik női parfümöket. Viszont jó illata van, szóval nem azt mondom, hogy rossz. Biztos, hogy fogom használni. És a legutolsó olyan dolog, amit kézzel meg tudok mutatni, mert ugye kaptam még csokit, amit már megettem, meg kaptam pénzt, meg ilyenek, amiket ugye, amit gyűjtök, az egy ilyen sminkpaletta lesz, amit anyámék az AliExpressről rendeltek, és szállítás közben szegény jól megsérült, még az egyik ilyen kis szín is eltörött benne, de megpróbáltam nagyjából helyrehozni, meg letakarítani. Szóval, ez így néz ki. Van benne egy kis tükör, két ilyen szemhéjpúder, felvivő, ecset, bigyó, nem tudom mi. És van benne jó pár szín, és egy kis törés is benne. Ezek azt hiszem ilyen arcra való cuccok, ilyen alapozót, maybe, vagy mi az, powder, én meg a sminket. Aztán van benne ugye arcpirosító, gondolom, mert hát ez így mind ugye szemhéjpúder, és az a jó benne, hogy vannak benne mattabb színek, mert én ugye mondtam már, hogy inkább így ezeket a barnákat szeretem, és az a jó, hogy ugye van benne csillogós barna, meg kevésbé csillogós, már matt színű is, meg ugyebár nagyon sokféle szín van benne, többféle árnyalat, és ez a kék a kedvencem, hát ennek nagyon jó színe van. Nem tudom, hol fogom én azt felkenni, de majd biztos lesz egy videómban. Aztán pont a fekete tört ki öcsém, meg ez a világos fosbarna, mondjuk azt annyira nem sajnálom, mert nem tudom, hogy használnám-e, de pont az ilyen mattabb fekete tör ki, amikor nincs is matt fekete szemhéjpúderem, és az nagyon kéne, mert leginkább az ilyen sötét színeket szoktam használni. És ez a paletta csak most érkezett meg tegnap, szóval ezért tudtam csak most felvenni ezt a videót, így januárban. És igazából nagyon tetszik, és biztos, hogy fogom használni ugye a videókban. Remélem tetszett nektek ez a videó, sajnos eléggé elhadartam, meg nem is tudom, nem is lett olyan jó, nem érzem jónak, de igyekeztem megmutatni a dolgokat, úgyhogy mindjárt meghalok, mert annyira fáj a fejem, meg minden bajom van. Remélem a pizsamagatyámat egyszer nem láttátok, mert egyébként még mindig abban vagyok, úgyhogy gyorsan felvettem valami kis ruhát, a hajam szar volt szokás szerint, ezért felvettem a sapkámat, mint mindig. És hát tulajdonképpen ennyi lett volna ez a videó, lehet, hogy kifelejtettem egy-két dolgot, de annyira azok valószínűleg nem voltak lényegesek, hogyha elfelejtettem őket. És hát nem sokára lesz, hogy a szünapom, nem tudom, hogy akkor miket fogok kapni, ha egyáltalán kapok valamit, de hogyha igen, akkor majd arról is fogok csinálni ilyen videót, hogyha szeretnétek, és tulajdonképpen ennyi lettem volna mára, remélem tetszett nektek, ha igen, akkor tudjátok mi a dolgotok, nincs kedvem elmondani. És hogyha szeretnétek tőlem kérdezni, akkor az infoboxban len van az aszketemem, hogyha a képeimre vagytok kíváncsiak, akkor ott van az Instagram, bárhol be lehet követni, ahol szeretnétek, persze, nem kötelező. Nos, találkozunk a következő videómban, remélem minél előbb tudok majd csinálni, mert ugye nálam a videózás az olyan dolog, hogy nem mindig van rá lehetőségem, időm, meg nem tudom, meg tényleg nagyon sokat vagyok mostában beteg is, de reménykedem benne, hogy minél előbb tudok nektek majd produkálni valamit, és hát találkozunk akkor legközelebb. Sziasztok! Ez hihetetlen, szóval mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, aki követ. Remélem, hogy a sapkám továbbra se csúszott el. Remélem, hogy sokáig fogtok engem nézni, és nem fogtok csalódni az elkövetkezendő videóimban, az elkövetkezendő években, mert nem tervezem egyelőre befejezni ezt az egész videózásdit, videósdit, nyelvtan.